Hát sziasztok! Nagyjából a magyar bajnoksággal egy időben elindult a szlovák Strapacska Liga is, ami egyébként most a Niké Liga nevet viseli. A Niké ugye a győzelem istennője, sokan tudják. Hát nem erről szól most az én videóm, mert tudjátok, hogy ez az a liga, amit sok csapat játszik, és mindig a Slovan Bratislava nyeri meg, mert ha nem jók, akkor a bírók segítik, ha jók meg, akkor agyontömik pénzzel, és akkor megnyerik a bajnokságot. Na, ebben a bajnokságban vitézkedik a Dac, és hát legutóbb idényben elérte a maximumot, viszont utána elég erőteljesen szétkapták ezt a csapatot. Hát a két legjobb játékosuk, ugye Krisztovics és Kalmár elkerült a csapatból, Krisztovics a Leccébe került, és hát tényleg sok sikert lehet neki kívánni. Azt a sikert persze ne a magyarok elleni meccsen érje majd el a montenegrói színekben, mert ugye a montenegrói játékos, és hát Kalmár Zsolti pedig a Fehérvárt erősíti, hát bízunk benne, hogy nem húzzák le őt a többiek a csapatban, és továbbra is válogatott lesz. De akiről a mostani videóm szól, az a Csinger Márk, aki nekem az egyik kedvenc játékosom, és ez a Csinger Márk ezt két idényben játszott a Spál U19-ében, a Primavera csapatban, a másik idényben 29 mérkőzésen, és a híreim szerint ugye ott egy teljes vezetőségi átalakulás volt, és hát a Primavera csapatot azt gyakorlatilag szélnek eresztették, ez a 21-22-es idény vége, pedig Csinger nagyon jól játszott, kifejezetten jól játszott. Ő egyébként ugye egy hátvéd, de hatos pozícióban is játszható, nagyon okos fiú, nagyon jól lát a pályán, remek labdákat ad, és felfut egyébként nagyon sokszor, tehát helyzetei is vannak. Ugye hát ezt mutatja az is, hogy lőtt gólokat azért a pályáján különböző mérkőzéseken. Így került ugye hát jobb hiány, azt kell mondjam nektek, a Győri Etóhoz, ahol egy pár meccset játszott, és hát az ő tudását mélyen jellemzi, azt gondolom, vagy éppen úgy mondom, hogy magasan jellemzi, hogy csapatkapitánya is volt ennek a csapatnak, és hát állandó játékos egyébként az U21-nek, meg az U19-nek, meg mindenféle utánpótlás csapatunknak, úgyhogy lassan majd a válogatottban is lehet számolni, ha ugye bejátsza magát stabilan a Niké Ligában játszó Dunaszerdahelybe, amire most már óriási lépéseket tett, hiszen ugye július 29-én a Mielovce ellen egy fél időt játszott, jól, aztán a Rózsahegy ellen, ugye ott már 73 percet volt a pályán, és aztán pedig a mai napon ugye a Zlaté Moravce ellen, ugye már egy egész mérkőzést végigjátszott remekül, a csapata egyik legjobbja volt, rengeteg labdát szerzett, jól osztogatott, úgyhogy azt kell, hátvédsorban játszott, tulajdonképpen beállósként, azt kell mondjam nektek, hogy nagyon jó úton van. Úgyhogy ezúton is szeretném felhívni a figyelmet egy talán egy kicsit a reflektorfényből kikerült magyar tehetségre, akit én úgy vettem észre annak idején, hogy a Spálban játszott. Én nagyon nagy szívvel és teljes odaadással kívánom neki, hogy menjen följebb a pályája, a Dacból egy még jobb csapatba kerüljön el, és aztán pedig ugye pár éven belül pedig ővel is komoly topligában találkozzunk, mert hogy a képességei azok biztosan megvannak ehhez. No hát ennyit szerettem volna mondani, nagy általánosságban, de nézzétek el nekem, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot. Hajrá Magyarország, hajrá Csinger Márk, a jó Isten áldjon meg mindenkit!